Lezajlott az első szakmai érettségi, megoszlik a diákok véleménye a megmérettetésről. Legszebb konyhakertek, idén is csatlakozott Mosonmagyaróvár az országos rendezvényhez. Tűzoltóversenyt szerveztek Dunakilitén, gyermekek mutatták meg tudásukat a megmérettetésen. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Idén először tettek ágazati szakmai érettségit a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulók. A Bolyai Iskola diákjainak faktórákon keresztül volt lehetőségük felkészülni a vizsgára. Szerdán különleges megmérettetést kellett teljesíteniük a végzős diákoknak, ugyanis a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulók idén először tettek ágazati szakmai érettségit. Így a kötelező magyar, matematika, történelem és idegen nyelv mellett az ötödik tantárgyat ebben a tanévben már nem választhatták ki a diákok. Kötelezően a szakmacsoportjuknak megfelelő szakmai tárgyból kellett vizsgázniuk. A közgazdasági vizsgacsoport gazdasági ismeretekből, jogi ismeretekből, pénzügyből, adózásból, számvitelből és statisztikából vizsgázott. A kereskedelmi csoport üzleti tevékenységgel kapcsolatos számításokból, elméletből, valamint ők is statisztikai, jogi, gazdasági és áruforgalmi tantárgyakból adtak számot a tudásukról. A feladatsorok elméletben és gyakorlatban is komplexek voltak, így több szakmai tantárgyból és több témakörben kellett számot adniuk a tudásukról, és arról, hogy mit tanultak az elmúlt 4 évben. A feladatok között volt hálózatfeladat, ezt egy szimulációs programban kellett elkészíteni, volt programozás feladat, és volt ezen kívül egy adatbáziskezelés feladat, illetve egy weblapkezelés feladat. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az ágazati szakmai érettségi keretében 36 vizsgatantárgyból középszinten 25.090, emelt szinten pedig 1784 tanuló érettségizett. Az Eduline információi szerint országszerte több diák is panaszkodott az ágazati szakmai érettségikre. Voltak, akik szerint nem volt idejük felkészülni a vizsgafeladatokra, és más jellegű volt a vizsgasor, mint amire készültek a minták alapján. A Bolyai Iskola diákjai azonban úgy érezték, hogy sikerrel vették az akadályt. Erre az érettségi típusra faktórákon keresztül készültünk fel. Nagy szerencsénk volt, mivel a többi érettségi után egy héttel jött ez a megmérettetés, és ez miatt volt időnk felkészülni. Hát szerintem elég nehéz volt ez az érettségi, mivel ez volt úgymond az első ilyen, tehát mi vagyunk az első évfolyam, aki ilyen érettségivel találkozott. Remélem, hogy jól sikerült mindenkinek. Nagyon sokat készültünk rá, már tavaly is nekiálltunk, és idén is nagyon sok feladatot csináltunk, és annyira nem éreztem nehéznek a feladatokat, sokkal nehezebbre számítottunk. Az ágazati szakmai érettségi írásbeli részét követően a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulóknak majd júniusban kell szóbeli vizsgát tenniük. A jó időbe köszöntével folyamatosan szépülnek Mosonmagyaróvár házainak udvarai, sőt azok a kertészek is szorgoskodnak már, akik idén is megmérettetnének a legszebb konyhakertversenyben. Kezdődhet a kerti munka, a szépítés, a növények gondozása. Alakul a szép napos idő, valamint a nevezési határidő is közeleg. Mosonmagyaróvár ugyanis 4. alkalommal csatlakozott a népszerű Magyarország legszebb konyhakertje elnevezési programhoz. A jelentkezési lapok már elérhetőek a hivatalban, valamint az interneten is, ahol bővebb információt is kaphatnak az érdeklődők az idei megmérettetésről. Kategóriák ugyanazok, amelyek tavaly voltak, a balkon, a normál kert, illetve a zárt kert. Az átkertek ugye a külterületi kiskerteket hívjuk így, illetve közösségi kategóriába várjuk a jelentkezéseket. A szempont idén, minden évben van egy kiemelt szempont, a rovarokat a kertbe, hiszen tudjuk, hogy a rovarok nagyon hasznosak. Sokan ugyan nem úgy gondolják, bajlódnak velük, de hasznosak a rovarok a kertben. Ez a kiemelt szempont, de ugyanúgy az elmúlt évekhez hasonlóan a többi szempontot, hogy mennyire madárbarát a kert, mennyire ökobió, mennyire vegyszermentes, milyen növényeket termesztenek, fűszernövények, gyógynövények vannak-e, tehát a többi az tulajdonképpen ugyanaz, mint az eddigi években.
A jelentkezések lezárulása után júniusban megtartják az első kert szemlét, majd augusztus végéig a másodikat. A legjobbak országos megmérettetésen vehetnek részt, ahol az előző évek tapasztalatai azt mutatják, városon kertészei eséllyel pályáznak rangos elismerésekre. A hagyományos konyhakertművelésben igen az idősebb korosztály, viszont ennek az egész programnak az a célja, hogy a fiatalabbakat is bevonjuk, hogy a család együtt kertészkedjen, a nagyszülők a gyerekeknek örökítsék át a kert gondozás, kert kultúra művészetét, mert hát igazából annak is nevezhetjük, amilyen csodálatos termések, illetve növények, vagy csodálatosan kialakított kerteket látunk néha. Tehát meg az egészséges táplálkozás, nyilván ez a kettő fő célja van ennek az egész programnak. A május 20-ai nevezési határidő leteltéig még pár hét van, így aki kedvet kap, még bátran benevezhet a legszebb konyhakertek versenyre. Az önkéntes tűzoltó egyesületek körzeti tűzoltó versenyeit múlt hét péntek óta szervezik meg megyénkben. Elsőként a Mosonmagyaróvári körzet gyermekversenyét tartották meg Dunakilitin május 12-én. A Dunakiliti sportpályán gyülekeztek múlt hét pénteken Mosonmagyaróvár környékének gyermekönkéntes tűzoltói, ahol a himnusz közös eléneklése után a település polgármestere köszöntötte a versenyen résztvevőket. Kovács Andor Tamásné a Dunakiliti önkéntes tűzoltó egyesület vezetőinek és tagjainak munkájára hívta fel a figyelmet. Hiszem és vallom, hogy minden egyesületnél a működést nagymértékben befolyásolják a vezetők. Azért ilyen kiváló ennek az egyesületnek a működése, mert kiváló vezetői vannak. Én itt köszönöm meg, és egyben be is mutatom a két vezetőt, Erdős Imre elnök urat, Dunakilitér díjas, és Szejc Ferenc Tibort, parancsnokot, aki a szakmai hátteret biztosítja az egyesület munkájához. További jó munkát kívánok nekik, és az egyesületi tagoknak is. A versenyt aztán Sallai Péter nyitotta meg, aki az önkéntes egyesületek foglalkozásainak céljaira és fontosságára hívta fel a gyermekek figyelmét. Ennek a foglalkozásnak az a célja, hogy egyrészt adjon egy képet a ti vezetőiteknek, hogy milyen képességekkel rendelkeztek, tudjanak merítkezni a jövőre vonatkozóan, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai közé kit lehet felvenni, az méltó-e arra, hiszen nem alanyi jogon jár, én úgy gondolom mindenkinek, hogy tűzoltó egyesületi tag legyen, ott teljesíteni kell. A másik pedig az, hogy a felkészültségetek során szembesülhetetek azzal, hogy esetleg vannak hiányosságok, és láttátok, hogy a vezetőitek arra törekszenek, hogy ezek a hiányosságok pótolva legyenek, a problémák pedig megoldásra kerüljenek. A versenyen összesen 16 általános iskola csapata vett részt, többek között Lébényből, Mosonszolnokról, Levéről, Kimléről és természetesen Dunakilitiről is, mintegy 200 diákkal. A településen nagy hagyománya van az önkéntes tűzoltó egyesületnek. Az első egylet 1887 nyarán alakult, akkor még Mosonykiliti önkéntes tűzoltó egyletként, amit 1887 decemberében jegyeztek be. A 130 éves évfordulót így idén méltó körülmények között ünneplik Dunakilitin, első állomásként a gyermekversennyel, majd a falunapon, végül pedig novemberben. Tavaly novemberben az egyesületnek sikerült egy új versenymotort is beszereznie, amit a vetélkedőn próbálhatta ki először élesben. A diákoknak ezen kívül akadálypályán kellett teljesíteniük, valamint a kis motorfecskendő szerelés is szerepelt a feladatok között. A gyerekönkéntes tűzoltó versenyen lánykategóriában Dunakiliti, míg fiúk közül János Somorja csapata végzett az első helyen. A WHO 9 évvel ezelőtt jelölte ki május 5-ét kész higién és világnappá, ez alkalomból pedig a Karolina Kórház rendelőintézet idén már 5. alkalommal hirdette meg gyermekrajzpályázatát. A beérkezett munkákat május 12-én a rendelőintézetben állították ki, és hirdették ki a nyertesek nevét. A gyermekek rajzait olyan témákban várták, mint hogy miért kell tisztán tartani kezünket, hogyan védekezhetünk a fertőzések ellen, és miként védekezhetünk a fertőző betegségek ellen. A kézmosás fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, éppen ezért fontos, hogy a gyermekek minél hamarabb megtanulják a fontosságát. Legalább egy évben egyszer le tudnak ülni a gyerekek, át tudják gondolni ennek okán, hogy milyen fontos a kézmosás, a kézhigiéne,
épp kérdeztem is itt tőlük, hogy vajon ki az, aki hazamegy iskolából, játszótérről, délutáni elfoglaltságból, és avval kezdi a napot, hogy otthonába belépve elmegy és megmossa a kis kezét. Hát ez világ viszonylatban 60%-nak mondják ezt az arányt. Hát itt sem tette föl több gyermek a kezét, de remélem, hogy ezután egy kicsit nagyobb lesz ez az arányszám majd. Már csak 4 nap van hátra az SZIA bevallás határidejéig, május 22-éig. Akik a NAV bevallási tervezetét elfogadják, azoknak nem kell tenniük semmit, ugyanis a tervezet minden további adminisztráció nélkül hivatalos bevallássá válik. Május 22-én évfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető új netes felületen. Mindenki, aki maga készít SZIA bevallást vagy a tervezetet fogadja el, sőt még az az egyéni vállalkozó is, aki februárban nem nyilatkozott a felajánlásról, május 22-én évfélig rendelkezhet adója 1+1%-áról. Röviden a hétvége időjárásáról. Szombaton megnövekszik a felhőzet, több helyen lehet kisebb záporokra, zivatarokra számítani. Erős lesz az északnyugati szél, napközben 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap aztán felszakadozik a felhőzet, az ország középső tájain várható csak csapadék. Napközben 17 és 24 fok közé melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Pákozdi Emese, a Futura intézmény vezetője, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Gázfröccs című magazinműsor következik. Hétvégén a Tánc Világnapja alkalmából szervezett folklórműsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Kellemes hétvégét kívánunk, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!